Egyetemé válhat a Nyíregyházi Főiskola, az intézmény ugyanis a Nemzeti Felsőoktatásról szóló törvény 2015-ös módosítása alapján megfelel az alkalmazott tudomány egyetemi rang feltételeinek. A változásról egy kormánydöntés után az országgyűlés határozhat már novemberben. 50 év távlatából elmondható, hogy mára a Nyíregyházi Főiskola a megye és a térség meghatározó tudáscentruma lett. Az intézmény oktatóinak minősítése, tudományos teljesítménye a magyarországi felsőoktatás viszonylatában kiemelkedő. A Nyíregyházi Főiskola 4500 fős hallgatói létszámával jelenleg is a hazai felsőoktatás középmezőnyébe tartozik, infrastruktúrája 21. századi, kampuszának felszereltsége egyedülálló Kelet-Magyarországon. Mindez azon a sajtótájékoztatón hangzott el, ahol a felsőoktatási intézmény egyetemé válásának lehetőségéről számolt be a főiskola vezetése. A felsőoktatási törvény szabályozza azt, hogy ebben az esetben alkalmazott tudományok egyeteme mely intézmény lehet. Nem mondok el mindent, csak néhány paramétert szeretnék elmondani. Például alapszakból, ugye az új bolognai típusról beszélek, legalább 4-nek kell lenni, mesterszakból pedig legalább 2-nek. És akkor a Nyíregyházi Főiskola hogy áll ezzel? Alapszakunk több mint 30 van, tehát én úgy gondolom, hogy megfelelünk. Mesterszakunk, ha az új típusú tanárképzést is ide veszem, már pedig az is mesterszak, akkor ebből kétszer annyi van, mint a törvény a minimumot előír. Tudományos kutatás nagyon fontos, ugye itt alkalmazott tudományok egyetemiről van szó. Itt azt írja elő a törvény, hogy legalább 45%-ának az oktatóknak tudományos minősítéssel kell rendelkezni. Ez nálunk 69%, tehát úgy gondolom, hogy ennek is bőven megfelelünk. Az egyetemi státuszról egy kormánydöntés után az országgyűlés hoz majd határozatot. A stúdióban köszöntöm Kvanc Józsefet, a Nyíregyházi Főiskola kancellárját. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Milyen lehetőség tulajdonképpen az intézménynek az, hogy 2016. januárjától egyetemként működhet tovább? Igen, ez egy hosszú útnak vagyunk talán a végén, vagy ennek az útnak az elején. Először is azzal hagyj kezdjem már, hogy a felsőoktatásnak az átalakítása, ez 2014-ben indult el, amikor 2014. decemberében elfogadták a fokozatváltás a felsőoktatásban című stratégiaanyagot. Ez az elkövetkező 15 évre ad egy jövőképet, 2030-ig vázolja fel, hogy milyen legyen a magyar felsőoktatás. Ebben a felsőoktatási koncepcióban azt tűzték zászlóul a törvényalkotói, hogy a jövőben legyenek nagy tudományegyetemek, ahol a tudás teremtése zajlik. Legyenek alkalmazott tudományegyetemek, ahol a tudásnak a megosztása történik, és legyenek közösségi főiskolák, most közösségi képzőközpontok, ahol a tudásnak a hasznosítása történik. Ezt követően felmérték a hazai felsőoktatási intézményeket, jelenleg ez 68 felsőoktatási intézmény van, ebből 29-30 állami felsőoktatási intézmény, és ezen felsőoktatási intézményeket bekategorizálták, besorolták ezen területekbe. A Nyíregyházi Főiskola vélhetően a kettesbe, az Alkalmazott Tudományok Egyetemi státuszába fog bekerülni. Mit jelent ez a főiskolának? Hát először is az, hogy ez egy régi álom volt, hiszen 2000-2001-ben az integrációkon mi már megfogalmaztuk ezt, hogy szeretnénk egy egyetemet. Akkor ez még ideje korán volt, most úgy néz ki, hogy testközelbe érkezett. Azt gondolom, hogy egy új perspektívát, egy új szervezetet, és vélhetően minél több hallgatót fog jelenteni. Mondjuk ki azt is, hogy az egyetem, ez egy nagyobb státusz lesz majd az intézmény, a felsőoktatási intézmény számára, ami egy nagyobb rangot is jelent, és ezzel összefüggésben jelenthet újabb lehetőségeket. Ebben a bizonyos stratégiában már önök megnézték azokat a lehetőségeket, azokat a kitörési pontokat, amelyek sokat hozhatnak az intézmény számára. Igen. Tehát ez nem csak azt jelenti, hogy a címtáblát átfestjük, és akkor a jövőben főiskoláját ki lesz írva, hogy egyetem, hanem ezt tartalommal is meg kell tölteni. Voltak különböző szenáriók, elképzelések az elmúlt 5-10-15 évben a Nyíregyházi Főiskola életében. Az egyik az, hogy de jó lenne egy doktori képzést indítani. Ez egy lehetőség az elkövetkező időszakban, ha Nyíregyházi Főiskola képes és alkalmas rá, indítson egy doktori képzést. A második duális képzés. Ugye ez egy csodaszer, csodafegyvernek van. Azt gondolom, hogy ez egy olyan fajta képzés lehet, olyan fajta irány lehet a felsőoktatásban, amelyben az itt élő térségben a munkavállalóknak, az itt élő potenciális munkáltatóknak lehetőséget biztosítunk. És a harmadik, ami
az én olvasatomban egy lehetőség, az nem más, mint az itt lévő vállalkozásoknak, a kutatásainak a beorganizálása, a nyíregyházi főiskolára történő bekanalizálása, innovációval, kutatásfejlesztéssel, amelyet a nyíregyházi főiskola az eddigiekben még nem használt ki kellő mélységben. Ezek lennének azok az irányok, amiről mi szeretnénk a hangsúlyt helyezni. Az már nem tudok, hogy milyen tudományterületeket céloznak meg. Különböző elképzeléseink vannak. Az első az a műszaki terület és az agrárképzés. Élelmiszeripar, műszaki, járműtechnológia és a repülőképzés. Ez lenne egy szép terület, amelyet szeretnénk a jövőben fejleszteni. A másik terület, ez egy ilyen méltatlanul háttérbe szorított terület, ez az informatika lenne. Azt gondolnánk, hogy ha belenézünk az informatikai fejlődésbe, azt láthatjuk, hogy ami ma újdonság, az egy-két nap múlva az már egy avit eszközé válik. Tehát az informatika lenne a másik terület. A én nagy kedvencem a sport és az élettudomány, ezekben szeretnénk még fejleszteni, és végül, de nem utolsó sorban a tanárképzés, illetve a művészeti képzésben is szeretnénk egyfajta szélesíteni a spektrumot. Vannak a nyíregyházi főiskolának futópályázatai, amelyek már részben ezekre épülnek, melyek ezek? Igen, az elmúlt fél évben 3 sikeres pályázatot nyert el a intézményünk, ez még az előző programozási ciklusból van. Egy szennyvízzel kapcsolatos kutatás folyik a nyíregyházi főiskolán. A második terület a Smart City, amely ugye a nyíregyházat a kormányhatározat értelmében smart várossá, Smart City várossá jelölte ki. A harmadik terület pedig ez a duális képzésre, helyezzük a hangsúlyt, egy új duális képzéseknek a kialakítása. Ha itt vagyok, akkor elmondanám, hogy a tervünk ugye most egy duális képzés, a gépészmérnöki indult be 2015. szeptember 1-ével. Terveink között szerepel a gazdálkodási, a közgazdász képzés, az informatika, és szeretnénk még az élelmiszeripari mérnök képzést is beindítani. Ugye említette, kancellár úr, hogy a felsőoktatási struktúra átalakítása az pár éve elkezdődött, és egy hosszabb folyamat. Ennek egy nagyon-nagyon fontos állomása volt a kancellária rendszer létrehozása. Hogyan látja, hogyan működik ez akár országos szinten, az egyetemeknél, főiskoláknál, és itt a nyíregyházi főiskola esetében, hogyan sikerült a gazdasági stabilitást megteremteni? Kicsit hazabeszélek, szerintem jól sikerült, de kicsit komolyabbra fordítva a szót. Igen, tehát 29 állami felsőoktatásból az első körben, 21-nél neveztek ki kancellárt, második körben 2014. december 31-ig minden intézmény élére kancellár került. Alapvetően én azt gondolom, hogy felállt a kancellária rendszerem, megtörténtek a szervezeti átalakítások, hiszen egy merőben új szervezetet kellett minden egyetemen, főiskolán létrehoznia. Most a finom hangolás történik. Most működik a szervezet, most pedig próbáljuk ezeket apró pénzre váltani, hogy ezeket a korábban elindított változásokat hogyan és miként tudjuk nap mint nap alkalmazni. Szerintem a kancellária rendszer egy jó ötlet volt a fenntartó részéről, hiszen eddig egy személyes vezetés volt. A rektorok feleltek az oktatás, a kutatás, a tudomány, a közbeszerzés, a jog, minden területért. Most viszont a jövőben csak és kizárólag a kutatásért, az oktatásért felelnek a rektorok, kvázi azzal foglalkoznak, amihez értenek, és a kancellárokon hárul a nehéz feladat, a működtetés, az üzemeltetés. Azt tudva lévő, hogy a közeljövőben fogják megválasztani a nyíregyházi főiskola, vagy 2016-tól ugye a Nyíregyházi Egyetem rektorát, a rektor jelöltek holnap fognak bemutatkozni egy fórumon. Kik a jelöltek? Igen, tehát azt köztudott, hogy áprilisban sajnos sikertelen volt a rektor választásunk, hiszen egyenlő szavazatot kapott 2 jelölt. Ismételten kiírták a pályázatot, 3 rektor jelölt nyújtotta be, ebből 2 ismert. Nem fontossági sorrendben, hanem megpróbálom ABC rendben elmondani őket. Dr. Ander Csaba, habilitált főiskolai tanár, a egyik pályázó Dr. Pető József, habilitált főiskolai tanár, és végül, de nem utolsó sorban Dr. Sikolya László, aki benyújtotta a pályázatát. Ők 3 fognak jövő héten megbérettetni, és bízom benne, hogy sikerül majd egy jó rektort választani. Ezzel még úgyis foglalkozni fogunk. Egy nagyon fontos kérdés még, hogyha egyetem lesz a nyíregyházi főiskola, akkor szervezeti egységeiben is lesznek változások. A konzisztóriumnak föl kell állnia, meg kell alakulnia, hogyan történik ez majd? Igen, tehát amint mondtuk, ugye elindul egy stratégia. Ez indult 2014-ben a kancellári rendszerrel, 2015-ben a konzisztóriumokat előzetesen már fel kell majd állítani, de élesbe 2016-tól. Erre egy kormányrendelet fog készülni.
készülni. Ez a kormányrendelet az év utolsó napjaiban, hónapjaiban fog majd, vagy az utolsó hónapjaiban fog majd megjelenni. Három szemét kell majd a Nyíregyházi Főiskolának delegálnia, amelyet a szenátus, illetve a hallgatói önkormányzat fog majd véleményezni, a döntés pedig az Emberi Erőforrások minisztere fogja meghozni. Köszönjük szépen, kancellár úr! Köszönöm!